Azt hallottam, hogy fejből tudja a félfalunak a tajszámától kezdve az, hogy milyen sebessége volt az ilyen egyetlen. Hát, igen. Kiév embere és év sportolója a díjátadásra. Annyiból különleges mostani eseményünk, hogy ezt a két rendezvényt egybe tartjuk, és úgy gondoltuk, hogy a legautentikusabb hely a Kisalföld szerkesztőség. Elindítottuk a 7 emberes sorozatunkat a Kisalföldben, aminek az a lényege, hogy adott héten vagy egy időintervallumban kíváncsiak voltunk, hogy a megyében ki az az ember, aki tényleg a legtöbbet tette a közösségért. 50 héten keresztül megy minden évben ez a sorozat, és utána pedig az olvasóinkat megszavaztatjuk, hogy szerintük az 50 ember közül ki az, aki az évembere megtisztelő címet megérdemli. Rengeteg szavazat érkezett idén is, úgy interneten, mint a labból kivágott szervényen. 43 éves hagyománya a Kisalföldnél, hogy az év sportolója díjat is átadjuk. Ezzel is elismerjük azokat a sportolókat, akik tényleg rengeteget edzenek, dolgoznak és tesznek azért, hogy egyrészt minél jobb eredményeket érjenek el. Én azt a túrát szeretem, ahol az emberek tudnak nevetni, meghatódni, szórakozni, megdöbbenni és sírni. Iskola egy gyümölcsöpést is összeállítottam, hogy miket csináltunk a gyerekekkel, mert az előző évben és az alapján engem választott ki az agrárkamara a Gyurza. A ottani tagokkal és táncos barátaimmal hát célul tűztük ki, hogy a Kónyi Verbungot, amilyen szintre tudjuk, azt szeretnénk felemelni. És 2018. szeptemberétől már, mivel nagyhorgász vagyok én, és innen jött a ötlet, hogy akik segítettek rajtam a betegségem ideje alatt, azoknak jótékonysági horgászverseny szervezése. 7 emberei közül idén az olvasóink úgy döntöttek, hogy az évembere díjat Süli Sándorné érdemli. Azt hallottam, hogy fejből tudja a félfalunak a tajszámától kezdve az, hogy milyen segítsége volt az ilyen egyetlen. Hát, igen, ez igaz. Igaz? Ez igaz. Akkor ennél nagyobb segítség nem kell közvető orvosnak. Még egy gasztronómus, azokról tudni kell, hogy megnyerte a konyhafőnök. Igen. 2000? Hát most jó, 22-est. Köszönöm szépen. Tehát az, hogy az édesanyja amit főz neki, Grandbra kiszámol, az edzőprogram, a pályabemenés, tehát mondom, egyetlen szóval tudnám jellemezni egy profi, és tényleg példaképül állítanám mindenkinek. Igazából azt lehet mondani, hogy berobbantál a köztudatba, és nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy történeti, hiszen első magyarként szereztél junior európai bajnoki címet összetettben. Nehezen lehet megfelelni, meg én azt gondolom, hogy hála Istennek így Győrmoson Sopron megyében azért nagyon nagy verseny van mindig ezért az évcsapat a címért. Férfiaknál Mészáros Krisztófer szerezte meg az elsőséget, a Győri az kornásza. Igen, ugye ez egy teljesen más verseny volt, mint amiben én részt szoktam venni. Hát elsősorban ugye a családomnak, ismerőseimnek köszönhetem, meg az Instagram és a Facebook követőimnek. Úgyhogy hát azért ez egy más díj, mint amit kettő szoktam nyerni versenyen, de ennek is nagyon örülök. Mindenki azt hiszem, hogy nekem egy könnyű sport, én kipróbáltam, nem. Úgyhogy összintén gratulálok ezzel. Akár a csapattársaim, akár a család, akár a válogatottársaim, de ez nagyon-nagyon sokat segít. Nem az, hogy nekem mit jelent, hanem ennek a sportágnak mit jelent az, hogy egy megyében egy tekéző elérhet egy ilyen díjat. Az Eto FC Győr női csapata végzett az első helyen. Igen, én már 10 éve itt vagyok, vagy több is az Etónál. Én a tavalyi évet éreztem a legsikeresebb élőknek, ugye nagyon nagy utat tettünk meg. Úgy gondolom, hogy mind a csapat nevében, mind a stáb nevében is nagyon-nagyon szépen köszönjük. Egy ilyen rendezvény nem csak arról szól, hogy átadjuk a legjobbaknak a díjakat, hanem arról is szól, hogy amit az elején mondtam, hogy példaképnek állítjuk őket, benneteket, önöket,